A menedékben című, majdnem 300 oldalas könyv alcíme: Történetek a szögesdrótól innen és túl, már utal a tartalomra. Az olvasó betekinthet emberi sorsokba, Jugoszláviába menekült, majd a világ más részére sodródott, vagy éppen majd a letelepedett menekültek, rendszerint kalandos és életveszélyel kísér történeteibe. Dobrica író naplóját olvashatja a forradalom idején Budapesten töltött hét napról. Tomán László vajdasági szerkesztő visszaemlékezését úgy szintén a budapesti napokra. Iván Iványi szerző lapusztálta korábbi titkos iratokat és tárja fel a jugoszláv szerepvállalás részleteit. Riportok által megtudhatjuk, miként váltak barátokká a földön tett családok és az itteni vendéglátók. Írja Fodor István a kötet szerkesztője. A könyvet korabeli fényképek teszik teljessé.